Benépesült az atomerőmű SS sportcsarnoka a diákkorosztály számára már 38. alkalommal rendezett kétnapos atomkupán és Köves László emlékversenyen. Mindkét napon mintegy 400-400 gyermek lépett tatamira a megmérettetésen. A nemzetközi versenyre több külföldi csapat érkezett Horvátországból, Romániából, Szerbiából, Szlovákiából és Ukrajnából. 6 tatamin összesen 25 bíró figyelte a küzdelmeket. A tornán a paksiak is szép számmal megmérettették magukat. Ez a 38. gyerek atomkupa. Hát az évek során igen szépen kinőtte magát. Az induló létszám rendszeresen 800 fő fölött van. Most a két nap alatt a 830 főt fogjuk elérni. A mai napon 400 alatt volt az induló létszám. Itt a diák ABC-sek versenyeztek. Ezekre a versenyekre rendszeresen meghívjuk a külföldi kapcsolatainkat. Jelenleg 4 külföldi csapat, vagy 4 külföldi országból érkeztek versenyzők, amit színesít is egy kicsit, és nehezít is a versenyzők dolgát. Itt az ősz, közelednek az országos bajnokságok, gyakorlatilag ez a legerősebb erőfelmérő. Innen már lehet birkózni az országos bajnoki címekért. A paksiak 4 érmet szállítottak. Tóth Zsombor szépen menetelt előre a döntőig, végül ezüstérem került a nyakába. Hát az első meccsemet Iponnal nyertem, hát a másodikat is. A harmadik már kicsit szorosabb volt, de abban Golden Score-ral nyertem. Hát és sajnos a negyedik meccsben, a döntőben kikaptam, de szerintem az is jó volt. A döntő szoros volt, szerintem azért is kikaphattam, mert ugye most súlycsoportot váltottam 41-ből 45-re, de szerintem megnyerhettem volna. Nem sokára lesz az országos bajnokság, azt szeretném megnyerni, vagy legalább érmet szerezni, és majd később kijutni az olimpiára. Kerepesi Amira is ezüstérmet szerzett. Száraz Csengem és Anderkó Bence bronzérem boldog tulajdonosa lett, míg 4 pontszerző hely is jutott a házigazda paksiaknak. Cibula Bernát, Baksa János, Petrik Hanna Zsófia és Petrik Rihárd Bucsú által.